Jó napot kívánok, Kerekcipó Kft. Igen, nagypénteken is nyitva leszünk. Jó, akkor 2,5 kilós vonott kalács, meg 3 darab 4,5 kilós vonott kalács. Rendben, akkor felírtam, és várjuk akkor pénteken. Köszönöm. Viszont hallásra. Ha nem is csörög folyamatosan a telefon ebben a karcagi pékségben, érezhetően megnőtt a húsvéti megrendelések száma. Nem sokára itt a húsvét, a megrendelők már elkezdik bebiztosítani magukat. Évtizedek óta a fonott kalács a legkeresettebb péksütemény húsvétkor. Egyre többen viszont nem édes, hanem sós kalácsot kérnek. Ez utóbbi ugyanis jobban passzol a főtt tojáshoz, a sonkához. De ilyenkor népszerű az úgynevezett zsúrkenyér is. Ennek a gyártása megtöbbszöröződik az ünnepkör előtt. Igyekszünk mindent frissen, tehát nekünk 4 napos ünnep soha nem lesz. De az, amit húsvétkor igazán keresnek a vevők, a zsúrkenyér, akkor jelentősen megnövekszik az a termelés. Hát valamint mindenféle foszlós kalács, és mivel 4 napról van szó, ezért igyekszünk olyan apró süteményeket is készíteni, ami sós, édes, de akár 4 napig is eláll. A vásárlók teljesen érthető módon a friss pékárút szeretik, így tényleg az utolsó pillanatokra halasztják a kenyér vagy kalácsvásárlást. Ezt idén annak tudatában is megtehetik, hogy egyik sem fog többe kerülni, mint tavaly.